Eneos, Japán első számú motorolaja, importőre a Sakelmetal autóalkatrész. Az IONIQ 5 egyik legnagyobb átverése a design. Amikor az ember ránéz, azt hiszi, hogy egy ilyen hatchbacket lát, tényleg, mint mondjuk egy Golf. De nem, ez az autó valójában irgalmatlan hatalmas. A tengelytáv az 3 méter, az már esmerci szint. És tényleg a szélessége is döbbenetes, amikor az ember megy vele a sávban, rendesen oda kell figyelni arra, hogy ennek az autónak irgalmatlan térbeli kiterjedése van. Csak annyira jól sikerült a design, hogy ezt így valahogy elrejti. Amúgy volt neki egy jópofa tanulmány autója, amit úgy hívtak, hogy Hyundai 45. Azért 45, mert a gyár 45. évfordulójára csinálta meg kvázi egy születésnapi ajándék önmagának, és azért is 45, mert 45 fokos szögekből rakták össze a teljes dizájnt. Ez a furcsán szögletes kialakítás amúgy itt is megmaradt, de amúgy közben tök baráti. Nekem egy kicsit így a 4.-5. generációs iPhone-okat jutatja eszembe, mert olyan letisztult, olyan üveg, olyan élekkel határolt. Tényleg rohadt jól néz ki, és az az egészben a legjobb, hogy ugye most nagyon nagy 80-as évek mánia van, Stranger Things és hasonlók, benne van egy kicsit ez a 80-as évek esztétika, tehát ahogy a 80-as években elképzelték volna a jövőt. Aztán furcsa módon egy ilyen saját farkába harapó kígyóként tényleg ez lett a jövő. És ami különösen tetszik benne, az, hogy leválasztották a Hyundai aktuális formanyelvéről. Tehát ez nem úgy néz ki, mint a többi Hyundai, ezen látszik, hogy ez valami nagyon más. Most valami olyan dolgot mutatok, ami például egy Volkswagen vagy BMW számára megugorhatatlan. Figyeljetek! Kinyílik az autó eleje, és nem csak, hogy kinyílik, nem hiszed el, gáztelós, és hasznos rakodótér van benne, hihetetlen! És nyilván itt most nem azon pörgök, hogy van neki első csomagtartója, mert ez nem egy különösebben jó első csomagtartó. Aki már valaha ment Teslával, az tudja, hogy sokkal, de sokkal nagyobb a hasznos, pakolható térfogat, de mondjuk például egy Ford Mustang Mach-E-nál is így van ez. Viszont a legtöbb gyártó ezt azzal szokta elalibizni, hogy nem teszünk előre csomagtartót, mert hátra is lehet pakolni, mert rohadt nagy a hátsó csomagtartó. Ami igaz is, tehát a villanyautóknak jellemzően rohadt nagy a hátsó csomagtartója, de a villanyautónak van kötelező tartozéka, úgyis, mint kis feszültségű töltőkábel, nagy feszültségű töltőkábel, amiket az ember használ esőben, sárban, porban, koszban, vagy mondjuk bepakolja rá a fél bevásárlást meg a családot, és azt nem onnan hátulról akarod elővenni, nem akarod összeretkelni vele a család cuccait, hanem egy külön szeparált helyen akarod tartani, ami például egy frankó műanyagból van egy kis tálca, amit így kivehetsz, kirázhatod. Nem egy különösebben jó első csomagtartó ez, van ennél sokkal jobb az iparban, de arra tök jó, hogy ne kelljen mindent összecseszni a töltőkábelekkel. És ez ugye egy kétkerékhajtású változat, az összkerékhajtású változatnak is megvan. Úgyhogy frunkot vagy orkoffert minden autóba. Eddig 800 voltos rendszert csak a nagyobb kategóriákban láttunk, mint például Audi RS e-tron vagy Porsche Taycan. Ez ugye azért jó, mert nagyobb a feszültség, azonos teljesítményhez kisebb áramerőséggel, és csökkenthető az ellenállásból, tehát az ohmikus veszteség. Na most ez az autó itt egy 800 voltos rendszerrel bír a hátam mögött, egy 77 kWh-s akkumulátor van benne, és 5-80%-ig kevesebb, mint 18 perc alatt fel lehet durrantani, ugyanis, hogyha találunk megfelelő delejes töltőoszlopot, akkor 220 kW-tal képes tölteni, ami elég súlyos érték. Na most, ez az autó egy abból a szempontból szerencsés változat, talán a hosszú utakra ez a legeslegjobb megoldás, hogy benne van ez a, ugye ez az eGMP platform, tehát ez is egy hatalmas gördeszka, itt van a 77 kWh-nyi akkukapacitás, és a hátsó tengelyen van egy 220 lóerős villanymotor, ilyen 350 Nm környéki nyomatékkal, és a Hyundai azt mondja, hogy városba 500 km fölött el lehet vele menni, na most az én városi felhasználásommal, ezzel a 12 és 20 fok között ingadozó hőmérséklettel ezt igazából tudja is. Amit viszont nem tud, mivel ez egy komfort modell, tehát az alapmodell, ezért nincs benne hőszivattyú, nem tudja előfűteni az akkumulátort. És ha télen hideg időben odaállunk egy IONITY-re, akkor nem fogja tudni a legnagyobb töltési teljesítményét, hanem ilyen 50-60 kWh-kal csorog majd bele az amper. Tehát ilyen 45-50 perceket kell majd ott állnunk. Nyilván a nagyobb modellekben, amiben van hőszivattyú, abban ez nem probléma.
tök érdekes, hogy már egy ilyen autón is érezni azt, hogy ez bizony egy régebbi modell, mert ugye ez a bemutató óta fut, mert most hamarosan érkezik a ráncfelvarás. Például sehol sincs USB-C kapu. Tehát itt van 12 voltos csatű szivargyújtó, USB, 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 de még a régi formátum. Aztán igazából ez egy alapmodell, tehát ez a komfort felszereltségi szint, ez még később fontos lesz, hogy miért mondom, és hogy kézzelállítós az ülés. Na most én tökre együtt tudok érni egy kézzelállítós üléssel, viszont egyéb helyeken is érezni, ugye még például csak vezetékkel van CarPlay-ünk, a későbbi modellekben már van vezeték nélküli is, és egy csomó-csomó ilyen apróság kijön, tehát például amikor szúrok egy rükit, akkor csak hátra nézni tudok a kamerával, nincs panoráma kamerám, mert ez egy olcsóbb autó. Mellesleg ez a hátranéző kamera sem annyira jó már így 2022-ben, de mondom, most frissítik az autót, és van ennél jobb is. Ami inkább zavar, hogy például itt van ez a kormány, amin analóg szabályzógombok vannak, tök jó, tök szeretjük, viszont például tudom, hogy nem illik, meg olyan csak a targoncások szoktak, például amikor én parkolok, tenyerelve szoktam tekerni a kormányt, főleg egy ilyen nagy kormányszögű autónál. És rendszeresen beleakad a kezem, és elléptetem, és elnyomom, és rémálom. Aztán itt van ez a vezérlő. Tök jó, hogy vannak a meglévő analóg fizikai szabályzóink, de nincs visszajelzés. Tehát oké, hogy nem egy képernyőt tapizok, csak egy érzéketlen fekete műanyaglemez tapizok. Aztán miért van az, hogyha ülésfűtést akarok kapcsolni, akkor már megint egy rohadt warmer almenübe kell belépnem, ahol ülésfűtést kapcsolok. Miért nincs egy fix ülésfűtés gombom, ugyan kormányfűtés is, de megint csak itt. Miért? Egy kicsit olyan ez az egész fedélzeti rendszer, látszik amúgy, hogy egy Android alapú cucc, mint hogyha meg akarták volna csinálni az analóg szabályzást is, meg akarták volna csinálni a digitális vezérlést is, és mindegyiknek a legrosszabb oldalát vették volna át. Például, amikor egy Volkswagenben az eleve sokat szított fedélzeti rendszert használjuk, legalább van egy rohadt nagy visszagomb, amivel mindig mindenhonnan vissza lehet lépni. Na most itt is van egy ilyen visszagomb, csak nem nagy és határozott, hanem az embernek itt fönt így keresnie kell. Tehát így nem jó, nem is igazán gyors, nem is igazán korszerű, ami viszont jó benne, hogy lehet ráváltani éjszakai módot, akkor kap egy fekete témát. Csak hogy miért nem lehet ezt mondjuk automatára beállítani? Tehát tele van az autó fényérzékelőkkel az automata fényszóró miatt, ha úgy érzékeli, hogy már lámpát kell kapcsolni, akkor simán tegye át estibe, mert este sötétben amúgy nem annyira jó az a fehér háttérvilágítás. Ettől eltekintve amúgy a beltér zsír, jó minőségű, jól összerakott, de nem drága beltér, vannak ilyen kedves gegek, például nekem nagyon tetszik ez a hűtőszekrény fiókra emlékeztető kesztyűtartó. Aztán rohadt jól ki vannak találva. A középső tárolók, az ülés, ahogy mondtam, mert nagyon kényelmes, és nagyon tetszik a dizájnnak a folytatólagossága. Tehát nem Hyundai logót kapunk, hanem kis négyzeteket. Itt is megvannak azok a kis négyzetek az ülésen, amiket az autó teljes külső díszítésében használnak. Tök jó! Nagyon jó benne létezni hosszú távon, főleg a tágassága miatt. Csak tényleg az van, hogy érezni rajta egyrészt picit a kort, másrészt, hogy ez egy olcsó autó. Megmutatkoznak az autó méretei. Felmerül a kérdés, hogy mekkora a csomagtartó? Na most, ha azt mondom, hogy 530 liter, azt senki nem tudja elképzelni, ezért bevezettem az antiféle tehénkedési metodikát. Rohadt nagy a csomagtartó, tényleg nagy a csomagtartó. És így a praktikum nem ér véget itt, vannak szép, igényes rögzítőfüleink, szép és jó. Van még nyilván ilyen alsó tárló további töltőkábeleknek, de hát az értelmes ember a töltőkábelt ezt előtárolja. És ha tovább haladunk, akkor Hyundaiknál gondolkodnak, gyertek csak! Nagyon jó például ez a fajta dönthető ülés, majdhogy nem teljesen síkba, és attól függően, hogy nekünk milyen támaszögre van szükségünk, állítható a hátsó ülés támlája. A drágább modellekben ez amúgy elektromos, és tologatható a hátsó pad. Tehát, ha neked csomagtérre van szükséged, mert mondjuk csak a gyerek ül benne, de be kell rakni valami nagy dolgot, tök jó, ellenben beültetnél egy nagy darab embert, visszatolod, marad csomagtér, és azt a szegmenst külön lehet tologatni. Nagyon ki van találva. Ezzel már is jobb a variálhatósága, mint mondjuk egy Volkswagen ID Buzznak, ami még egy ennél is nagyobb autó. De, Roland, kérlek, gyere ide, hadd mutassam meg a kedvenc problémámat. 9. napja járok ezzel az autóval, és az első 3 napban
nem tudtam, hogy mi zörög benne. Néha rendesen félreálltam, hogy most a bicikli van rosszul betéve, vagy beraktam valami csomagot. Nem. Ugye a tologatható ülés miatt nem tudták ide rögzíteni a biztonsági övet, hiszen ennek mozgathatónak kell lennie. Ezért bejön ide oldalra. És nincs is semmi gond, mert vannak itt egy kis visszahajtása, hogy ez itt ne lifegjen, de néha az ember, ha hanyagul csak úgy ledobja, akkor bizony így megy vissza. És ilyenkor meg dramatizálom a hatást. Megőrülsz! De nyilván ez egy túlélhető dolog. Ez itt például szerintem határozottan kényelmetlen, tehát nem szeretem ezeket a benyomós kilincseket. Valószínűleg azért kapta meg ezt az olcsó modell, mert egész egyszerűen olcsóbb egyféle kilincset fejleszteni az autóhoz, ugyanis a drágább változatokon ezt kiadja, és olyankor csak meg kell húzni. Tök jó. Viszont ez a benyomkodós, ez nekem körülményes és nem ergonomikus, szerintem felesleges. Tök érdekes amúgy az is, hogy az autónak van valamiféle smart key funkciója, tehát amikor odalépek hozzá, akkor kinyitja a tükröket, de nem nyit. Meg kell nyomni a gombot a nyitáshoz. Tök érdekes. És ez azért van, mert ez a komfort változat, ez 16 millió forintba kerül. És a múlt idő az igazán fontos, mert hogy ezt az autót jelenleg nem lehet megkapni, már nem rendelhető. Hamarosan érkezik a ráncfelvarrott változata, aminek viszont nincs ára. Most a nyakamat merném rá tenni, hogy drágulás lesz, bár láttunk már olcsósodást is, például a Teslánál. Viszont mindenképpen el akartam kérni, mert ebbe az autóba mindig csak ilyen 5-10 percekre tudtam bekérezkedni különböző rendezvényeken, és akartam vele egy kicsit járni, hogy valójában milyen. És 16 millió forintért egyszerűen remek, még az idegesítő hülyeségeivel együtt is, viszont nem tudom, hogyha ez az ár fölkúszna így az alapmodellnél mondjuk így 20 millió magasságába, hát akkor már nem ilyen egyértelmű a képlet.